Belga ellenfeléhez hasonlóan döntetlenne főpróbázott az Európa Liga nyitóforduló előtt a videóton, a fejváriak legalább hasonló eredményben bíznak gengben is. Az imár az Európa Liga hivatalos labdájával készülő csapat készen áll a sorozatra, Tóth Balázs szerint a selejtezőköz hasonlóan a főtáblán is a szervezettség hozhat sikereket a vidinek ugyanannak kell lennie az alapnak, ahogy a, ahogy a, csapat kifut a pályára, hiszen, hiszen nagyon stabilnak kell lennie ezeken a nemzetközi mérkőzéseken. Az a legfontosabb én szerintem a nemzetközi meccseken, úgyhogy, úgyhogy elméletileg ugyanazt kell játszanunk. Annyi, hogy igaz, egyszer 90 perc, de lesz ennek majd egy visszavágója is később, úgyhogy a stabilitás az nagyon fontos. A videóton FC teljes kerettel készülhetett a belga Genk elleni Európa Liga selejtezőre. Paulo Souza tehát a legjobb kezdő 11-ét küldheti pályára. A portugál vezetőedző ezzel együtt és tisztában, hosszú és nehéz sorozatba kezd a videótom. Természetesen komoly különbség van a selejtező és a főtábla között. Itt már pontokat kell gyűjteni, melyre képesnek tartom a csapatomat. Továbbjutásban kell gondolkodnunk, ehhez két csapatot kell megelőznünk, ez egy nagyon komoly kihívás. Könnyű ellenfelünk nem lesz a csoportkörben, erős csapatokkal találkozunk, elég csak a költségvetésüket megnézni, amikor szükségük van egy adott poszton valakire, akkor komoly összegeket rááldozva megszerzik. Realitásokat figyelembe kell vennünk, tisztában vagyunk azzal, hogy nem mi vagyunk a csoport esélyesei, de versenyképesek szeretnénk lenni már gengben is. Ha ez sikerül, és a végén két csapatot is sikerül megelőznünk, az egy fantasztikus eredmény lenne. A Videóton FC első Európa Liga csoportmérkőzése a belga KRC Genk otthonában csütörtökön 21 óra 5 perckor kezdődik.